Évi elmúlt 4 hétre készült összefoglaló adását. Október hónapban megkezdődtek a bolyai tanulmányi csapatversenyek. Elsőként matematikából írhatták meg a megyei fordulót. A harmadik osztályosok 7-ek, a negyedik osztályosok 11-ek lettek. Az ötödik osztályosok 4. helyen végeztek, a hatodik osztályosok 7-ek lettek. Az ötödik osztályosok 4. helyen végeztek, a hatodik osztályosok 7-ek lettek. A 7. osztályos csapat 3. helyet szerezték meg, míg a 8. csapat a képzeletbeli dobogó 3. fokára állhatta fel a Balatonfölvári megyei eredményhirdetésen. Évfolyamonként átlag 30 csapat versenyzett a megyében. A tanulókat Gallóné Kárpáti Ildikó készítette fel. A magyar anyanyelvű verseny november 6-án írták. Az 5. osztályosok 35-ek, a 7. osztályosok 9-ek lettek, a 6. és a 8. csapat a legjobb 6 között van, melynek eredményhirdetése Pécsen lesz 17-én. Október 13-án óvónénik látogatták meg az első osztályosokat, a második tanítási órán figyelhették meg fejlődésüket, majd megosztották a tapasztalatokat a tanítónénivel. A 8. osztályosok nyílt napokra járnak az őszi időszakban, hogy személyesen is megismerhessék az általuk választani kívánt intézmények továbbtanulási kínálatát. A 14-én, a Baros Gábor 20-án a Kródi Gyula szakközépiskolában voltak közösen. Jövő szeptembertől változik a képzési modell, így nehéz döntés előtt állnak az idén ballagó diákjaink és szüleik. Október 17-én Segesten jártunk tollaslabda kupán. Zamárdi sportolók először szerepeltek a nagy hagyományokkal rendelkező versenyen. 5 egyesület 60 versenyzője mérkőzött meg a díjakért. A lányokat Szabó Réka képviselte, aki ragyogó játékával a 3. helyen végzett. A fiúkat testvére Gergő és Balázs Attila képviselte. Szoros meccseket játszva ők a középmezőny elején végeztek. A tavaszi szünetben mi is megrendezzük az első zamárdi tollaslabda kupát. Október 18-án a 7. osztály Budapestre utazott, hogy jobban megismerje az 59 évvel ezelőtt történtek eseményeit. Először a láthatatlan kiállítást tekintettük meg. Érdekes élmény volt megtapasztalni a vakok és a gyengéllátók világát. Majd a Terrorháza Múzeum következett. A kiállítást látva jobban megértettük, miről szólnak az emlékműsorokban elhangzó versek. Az igazi izgalmat mégis idehaza, a paintball pályán élhettük át. Két csapatra oszva lőttük egymást, mint 56-ban a pesti utcákon. Nagy bátorság kell, hogy valaki fegyvert fogjon és harcoljon az életét kockáztatva a szabadságért. Testben és lélekben felkészülve 22-én adtuk elő a műsort az 56-os forradalmárok tiszteletére reggel az iskolában. Este a közösségi házban Zamárdi közössége is velünk emlékezett. Most tekintselek meg egy részletet a műsorunkból. És jöttek, egyre többen jöttek velünk. Főleg munkások, egyszerű emberek járók előtt. Kivágták a hivatalos zászló közepéből a pártállam címerét, elégették a vörös zászlókat, és leverték a vörös csillagokat. Ugyanakkor előkerültek a nemzeti szín kokárdák, és a Kossuth címer ezzel a közös kiáltással. Aki magyar, velünk tart! Az esti órákban a hősök terén ledöntötték a zsarnokság gyűlölt jelképét, a Sztálin szobrot. Megyünk, valami láthatatlan áramlás szívünket befutja, akadozza szám még az ének, de már miénk a pesti utca. Piros a vér a pesti utcán, első esik és elveri, mossa a vért, de megmaradnak a pesti utca kövei. Beszélnek minden nyelven, sikong az éter és csodál, Dávid harcol Góliát ellen. 4 millió aggódva nézik, hányan indulnak halni még,
és küldi a népi fűvitézit. Fiatalok, még alig éltek, és füttyöngő golyók hangja közt támadnak neki a privéknek. Nem akartunk híresek lenni, ilyen áron meg semmiképp, hisz bánató már végtelenni. De nekünk mindig az jutott, hogy a világ minket csodáljon, és fiaink kapják a golyót. Kint ágyuszol, gyors lövés parton. A falról Petőfi figyel, ahogy járkálok egymagamban. Így járkált ő is elkozódva. Európa újra csendes. Ó, csak minket húz a sors karóba. Csak minket öl 100 év után is ugyanaz, aki hajban ölt. Hogy hányan hullunk, sose számít. Mások csodálják bátorságunkat, mi meg naponta meghalunk. Dzsida s golyóveri áthátunk. De megmutatjuk a világnak, hogy mikor mindenki lapul, s csak a rádiók kiabálnak, mint akinek már mindenképpen minden mindegy. Hát életet adunk a szabadságért cserébe. És ha a sors minket így büntet, mert hogy tűrtünk 10 éven át, felmutatjuk véres fejünket, s tudjuk, hogy minden megbocsát. Elhagyták ezt az országot sokan, kiemlékszik a népjelenekre. A félelemtől üzöttekre, a reménytörzőkre, azokra, akik megcsókolták a határon a földet, elmentek mindensonnan. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a költő, a szamár és a pásztor. Az álomban a jászol mellett, ha az élet elementelle. Mert a csodát most is ők vigyázzák, lehelletükkel állnak strázsát. Mert csillag ég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, melyből az angyal. Sajnos az idén csak 50 kg gesznyét tudtunk leadni a felvásárlónak. Sem a diákokat, szülőket, sem a feldolgozókat nem hozta gyűjtési lázba az idei termés. November 11-én megkezdték az új internetes antenna felszerelését az iskola tetejére, így hamarosan nem intézményük lesz a leggyengébb netten rendelkező oktatási egység a siófoki körzetben. Novemberben német nyelvű verseny és Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulója lesz. Több osztályi színházba megy Budapestre, valamint 30-án és december 1-én fogadó óra és szülői értekezlet is lesz. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a jövő havi viszontlátásra!